Advent második hétvégéjén is változatos programokkal várták a családokat a Szabadság téren. Azonnal mutatjuk mindezt képekben. Előtte azonban jöjjön a Híradó többi témája röviden. Mikulás futás, idén is népszerű volt a sportesemény, gyerekek, szülők és nagyszülők is neveztek. Jótékonysági est, a leukémiával küzdő Nagy Regina gyógyulását segítették, több mint 1 millió forint gyűlt össze, és kiábrándult a politikából, ezért lépett ki a Jobbikból Terecskei Ágnes. Híradó december 10-én hétfőn itt a Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Meggyújtották a város adventi koszorúján a második gyertyát, emellett pedig zenei műsorral, gyerekprogramokkal, kézműves elfoglaltsággal várták a családokat a Szabadság térre. Szombaton volt a karácsonyfa díszítő verseny is, amelyre minden eddiginél többen neveztek. Hogy melyik lesz a 30 közül a legszebb fa, azt a közönség dönti el. Vasárnapig lehet szavazni a Városháza aulájában. Nagy volt a sürgésforgás szombaton délután a Szabadság téren. Családok, baráti társaságok, civil szervezetek, vállalati kollektívák láttak neki karácsonyfájuk díszítésének. A gyerekek is lelkesen vették ki részüket a munkából. Vágtam, megragasztottam. Az önkormányzat évek óta meghirdeti a versenyt, egyrészt azért, hogy még hangulatosabbá tegyék az adventi időszakot, másrészt, hogy összehozzák a közösségeket, harmadrészt pedig, hogy segítsék a nehéz anyagi helyzetben élőket. Minden évben hátrányos helyzetű családoknak visszük el a fenyőfákat, vagy szociális intézményeknek, és nagyon fontos, hogy kézzel saját készítésű díszek legyenek, együtt készítsék már az előkészületeket, és itt is együtt díszítsék ezt fel. Voltak, akik papírból, míg mások hungarocellből vagy éppen fából készítettek gyönyörű díszeket. Minden csapat figyelt arra, hogy színekben és formákban is harmonizáljanak a díszek. Megbeszéltük nagyjából, hogy ilyen természetes anyagokból készítünk díszeket. Kicsit hagyományosan, tehát nem drága ékszerekkel fölékesített karácsonyfára gondoltunk, hanem ilyen egyszerűre. A Szentkereszt Karitász most először vett részt a karácsonyfa díszítő versenyen. Mint mondták, nagyon örültek a lehetőségnek. Eddig soha nem mutatta meg magát a Cegléd-i Szentkereszt Katolikus Karitász úgy a városba, és ez egy jó ötletnek tűnt, hiszen mi a városba élő szegényeket mindig segítjük havonta csomagosztással, ruhaadományokkal. Most meg van ez, hogy karácsonyfát lehet nekik felajánlani, amit mi magunk készítünk el. Soha nem jelentkeztek még ennyien a versenyre, 30 csapat nevezett. Hogy melyik lesz a legszebb fa, azt a közönség dönti el. A Városháza aulájában lehet megnézni a fákat és szavazni a legszebbre. A győztes csapat ceglédi ajándékokat, fürdőbelépőt, mozi jegyeket és színház jegyeket is kap. Eljött hozzátok, a karácsonyfa díszítő verseny mellett a Szabadság téren számos szórakoztató program is várta a családokat. Gyerekműsorral, kézműves elfoglaltsággal kedveskedtek a gyerekeknek, de fellépett a Cegléd Tánc Együttes. És Peller Anna színésznő is. Advent második hétvégéjén a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola diákjai készültek ünnepi műsorral. Az advent lényegéről, a karácsony üzenetéről Macák Tamás káplán beszélt a tér közönségének. A karácsony azt jelenti, hogy ajándékká változtatom át az életemet. Ajándék szeretnék lenni a világ is, a családom, a környezetem számára. Nem lemondás, nem áldozathozatal, nem bőtről szól ez az időszak, hanem jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé. A város koszorúján a második gyertyát a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola igazgatója Patonai Gábor gyújtotta meg. Idén is sokan részt vettek a Mikulás futáson. Rajthoz álltak gyerekek, szülők és nagyszülők, de neveztek civil és sportszervezetek, munkahelyi kollektívák is. A népszerű esemény a közös mozgás mellett a jótékonykodásról szólt. Mindenki egy cipős doboznyi ajándékkal érkezett, amelyeket rászoruló gyerekek kapnak majd meg.
Közös bemelegítéssel kezdődött a Mikulás futás, a verseny minden évben nagyon népszerű, most is megtelt a Szabadságtér gyerekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. A résztvevőket a polgármester köszöntötte. Külön nagy öröm, hogy ezzel a rendezvényel együtt az a karitatív kezdeményezés, amit a cipős doboz akcióval el lehet érni, az is elindult, és láttam, hogy nagyon sokan érkeztek a kezükbe ezzel a kis csomaggal. A versenyre egy cipős dobozni ajándékkal lehetett nevezni, amelyet majd rászoruló gyerekek kapnak meg. A közös mozgás mellett mindenki fontosnak tartotta a jótékonykodást. Én nemrég kezdtem el a futást, és nagyon jó alkalomnak tartom, hogy mindenkit közösen fut, és a gyerekeken is segíthetünk. Az idei Mikulás futást is óvodás, iskolás és felnőtt kategóriában hirdették meg a szervezők. A futók a Szabadságtérről startoltak. A három táv a Kossuth Múzeumig, a rendőrségig, illetve a Széchenyi útig tartott és vissza. A családok mellett több civil és sportszervezet is képviseltette magát a sportos programon. Minden évben szoktunk a Sagakú Sportegyesülettel közösen futni, és idén is így teszünk. A résztvevők között több olyannal is találkoztunk, aki rendszeresen fut, több félmaratoni és maratoni versennyel a háta mögött vágott neki a ceglédi versenynek. A felnőttekhez hasonlóan a gyerekek is hősiesen teljesítették a távot. Jó volt, elég megterhelő volt, bár igaz, csak kocogás, de azért próbáltam minél komolyabban csinálni. A versenyen a város élsportolói közül többen is részt vettek, ott volt például Lőrinc Tamás és Lőrinc Viktor is. A megméretetés végén minden résztvevő kapott oklevelet, a távok legjobbjai pedig éremmel és tárgyutalommal is gazdagodtak. Az indulóknak a Mikulás sapkát az Infineon Kft. Biztosította. Több mint 1 millió forint értékű festékadományt kapott a Losonci Iskola kollégiuma. Az ország egyik legnagyobb festékforgalmazó cége ajándékozta meg az intézményt. Rövid híreink következnek. Gálné Asztalos Kinga keresett szponzorokat a kollégium népcsőfestéséhez szükséges színes festékek vásárlásához. A Kaparol Hungária Kft. Kereskedelmi vezetője Szaniszló József a megkeresés után majd 1,4 millió forint értékű zománc festéket hozott az intézménynek. Az iskola és a ceglédi tankerület vezetése ma ünnepélyesen is átvette az adományt, és a gyermekek közreműködésével megköszönték az ajándékot. Újabb szalagavatóval folytatódott a bálok sora. Ezúttal a Bem József Műszaki Szakgimnázium és szakközépiskola diákjainak ruhájára került fel a világos kék szalag. Ők nem a sportcsarnokban, hanem a Művelődési Központ színház termében mutatták be ünnepi táncaikat. A ceglédi fúvózenekar koncertjével folytatódott az adventi hangversenysorozat. A református gyülekezeti házban színpadra álló zenekar a hagyományokhoz híven nem csak instrumentális művekkel készült. A Táncsics Mihály Általános Iskola énekkara is ünnepi műsorral készült az estre, és Kis Attila Andor is csatlakozott a fúvózenekarhoz. A Pernecki Gábor és Márki Sándor vezényletével színpadra álló zenekar repertoárján klasszikus és modern darabok egyaránt szerepeltek. Több száz gyereket ajándékozott meg a Fidesz helyi csoportja, idén is a moziba várták a családokat, és persze a film mellé csomag is járt. A párt azt szerette volna, hogy élménnyel gazdagodhassanak olyan ceglédi gyerekek, fiatalok, akik nem, vagy csak nagyon ritkán engedhetik meg maguknak, hogy moziba menjenek. Hagyomány már, hogy a ceglédi moziban a Fidesz helyi szervezete vendégül lát gyerekeket. A képviselők maguk is ismerik azokat a családokat, akiknek egy kellemes együtt töltött délután egy mozifilm valóban örömöt jelent. De persze az iskolák segítségét, véleményét is kikérték, meg is telt a mozi péntek kora délutánra. Elsősorban azoknak a gyerekeknek szerettünk volna kedveskedni, és remélem sikerül is, akiknek ritkább a mozi élmény családon belül, úgyhogy akár kísérő is jöhetett, nagymama, nagyobb testvér, és ebben az iskolák segítségét kértük elsősorban, hiszen ők tudják felmérni azokat a gyermekeket, akik kevésbé járnak moziba, akár még a délutáni iskolai napközivel is, mert nem feltétlen tudják ezt családi szinten megoldani. Úgyhogy kedveskedtünk ezeknek a gyerekeknek, szülőstől, nagyszülőstől, 300 csomagot készítettünk. De nem csak csomaggal készültek. A gyerekek természetesen nem mentek be üres kézzel már a nagy terembe sem, hiszen a mozi nem mozi, popcorn és innivaló nélkül, gyümölcslével és teával is készültek az önkormányzati képviselők. A teremben pedig egy új mese, a Diótörő és a Négy Birodalom várta őket. Ismerted már ezt a mesét? Nem. Szoktál járni máskor is moziba?
Igen, apával néha szoktunk jönni. A film után tehát természetesen mindenki átvehette a Mikulás csomagot. A finomságok, édességek mellett azért gyümölcs is jutott mindenkinek. Egy-egy narancsot is kaptak a vetítésre érkező gyerekek, fiatalok. Játékokkal, ajándékokkal és kézműves foglalkozással várta a dolgozók gyerekeit a hétvégén az Infineon Kft. Több éves hagyomány, hogy a város legnagyobb munkaadója Mikulás napi ünnepséget szervez. Az új épület ebédlője délutánra zsúfolásig megtelt. Sok-sok kézműves foglalkozás és érdekes program várta a családokat szombaton az Infineon új épületében. A gyerekek 10 féle kézművességből választhattak, készíthettek manócskákat, díszíthettek mézes kalácsot és persze finomságok is várták őket. A csoki szökőkút mellett finom gyümölcsök kerültek az asztalra, de amerikai palacsintával, epres tejszínhabbal és csirkehúsos bagettel is megörvendeztették a családokat. A legkisebbeket pedig babasarok várta. Nagyon sokan érkeztek az ünnepségre, ez a rendezvény a többihez hasonlóan nagy népszerűségnek örvend. Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen programok az Infineon szervezésében. Már másfél éve itt dolgozok az Infineonnál, de rengeteg ilyen programot szervez, ami a családokat segít, és igazából a kollégákat is közelebb hozza egymáshoz. Ugye nem csak a munkaterületén találkozunk egymással, hanem úgymond a munkán kívül is, de mégis egy közös program valami, ugye az Infineon által szervezett, ugyanúgy a családi nap is, vagy a gyereknap is, vagy akár most ez a Mikulás ünnepség is. Tehát én nagyon örülök, hogy vannak ilyen programok. Ők például mindegyiken itt voltak eddig. A gyerekek örömmel vetették bele magukat a karácsonyi díszek készítésébe. Valamilyen szarvasszerűséget csinálok. Szereted a szarvasszerűséget? Igen, szeretem. És mi, hogy tetszenek itt a programok? Csináltál valami mást is itt? Hát nem, egyelőre még csak ezt csináltam, és ez is eléggé tetszik. Persze a Mikulás is megérkezett méghozzá lovaskocsin. A szerencsések fel is ülhettek a nagyszakálló mellé, aki persze nem érkezett üres kézzel, ajándékokat is hozott. Diákok, szülők, pedagógusok fogtak össze, hogy segítsék a leukémiával küzdő 15 éves ceglédi lány Nagy Regina gyógyulását. A Református Általános Iskola és a Közgazdasági Szakgimnázium közösen szervezett jótékonysági koncertet. Rengetegen segítettek, az összefogásnak köszönhetően több mint 1 millió forint gyűlt össze a család részére. Regina gyógykezelése eredményes, de a folyamatos költségek miatt minden támogatásra szükség van. A Református Általános Iskolások éneke töltötte be pénteken a gyülekezeti házat, de nem csak ők, a Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola volt és jelenlegi diákjai is felléptek az esten. Az esten, amelynek egyetlen célja volt, hogy segítsék a 15 éves leukémiával küzdő Nagy Regina gyógyulását. A református iskolába járt korábban, hozzánk gyakorlatilag csak 3 hétig volt egyelőre alkalma járni, úgyhogy a református iskolától származik ez a nagyszerű ötlet, hogy ezzel a jótékonysági koncerttel segítsük a családot, és ehhez az ötlethez mi a Közgáz is csatlakoztunk, közösen szerveztük, promotáltuk a rendezvényt, és azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy lett a megkeresésünknek a foganatja, mert rengetegen jöttek. Diákok, pedagógusok, szülők, barátok és ismerősök egyként fogtak össze a gyönyörű fiatal lány gyógyulásáért. Reginánál ősszel állapították meg, hogy leukémiás. A betegség sokkolta a családot. Édesanyja a jótékonysági esten arról mesélt, mennyire felfoghatatlan volt, hogy kislánya súlyos beteg. Ne vallom, nagyon nehéz volt ezt elfogadni, felfogni. Eleinte jött az aggódás, a félelem, a tehetetlenség, mert a gyermekem élete a tét. De ezek után ott volt egyből a felemelkedés. A kész tény, hogy ezzel szembe kell nézni, és mennünk kell. És Regina igen erős ahhoz, hogy ő ezt végig csinálja. Regina gyógykezelése nagyon költséges, meghaladja a család anyagi erejét, ezért is nagy öröm a jótékonysági est. Regina édesanyja hálás szívvel mondott köszönetet a támogatásért. Köszönöm önöknek, akik adakozással, adománnyal, bármilyen támogatással, támogatói jegyvásárlással, illetve önöknek, akik részt vesznek ezen az estén, és megtiszteltek ezzel bennünket.
Regina előtt még hosszú út áll, de szerencsére nagyon jól bírja a szervezete a kezeléseket, mondta édesanyja. A vizsgálati eredményei biztatóak. A gyógyuláshoz óriási erőt ad neki szerető családja, barátai, ismerősei, és az a rengeteg támogatás, jó szó, szeretet, amelyet ismeretlenektől is kap. A jótékonysági koncerten több mint 1 millió forint gyűlt össze a család részére. Kiábrándult a politikából, ezért mondott le az alapszervezet vezetéséről, és lépett ki a Jobbikból. Terecskei Ágnes, a volt helyi elnök megkeresésünkre írott válaszában úgy fogalmazott, erőt felmutatni csak egy összefogni képes a másik hibái helyett a másik erősségeit meglátó társadalom tud. Egy interneten megjelent hír kapcsán kerestük meg Terecskei Ágnest, aki közleményben reagált. Úgy fogalmazott, valóban lemondott az alapszervezet vezetéséről és kilépett a Jobbikból. Nem szándékozta a nagy közönség felé publikálni, mert ez az ő lelkiismereti kérdése volt, fogalmaz. A torockai féle kilépési hullám idején is azt képviselte, írja, hogy aki menni akar, menjen, de a távozást csendben is meg lehet ejteni. Az elmúlt időszakban kiábrándult a politikából, és úgy látja, hogy a nagy politika nem az emberekért, hanem az emberekből él. A politikai pártok a társadalom problémáiból élnek, fogalmaz Terecskei Ágnes, akinek meggyőződése, hogy amíg az átlag emberek nem változtatnak gondolkodásukon, az egymáshoz való hozzáállásukon nem lesz pozitív változás az országban. Az ország kormánya az emberek viselkedésének okozata, írja. Azaz, ha mi átlépünk egymás problémáján, mondván nem az én gondom, addig mindent meg lehet tenni a társadalommal, fogalmaz Terecskei Ágnes. Erőt felmutatni csak egy összefogni képes a másik hibái helyett a másik erősségeit meglátó társadalom tud, írja közleményében, melyben azt üzeni mindenkinek, hogy kezdjenek el nyitott szemmel járni. Foglalkozzanak a gyerekeikkel, tanítsák meg őket gondolkodni, és töltsenek velük minél több időt. Tanítsák meg a következő generációnak, hogy hogyan lehet egy szebb világot felépíteni, ahol nem lépünk át a másikon, hanem időt szánunk rá. Az életünket mi változtatjuk meg, nem a politika, fogalmaz Terecskei Ágnes. Ez volt hétfői híradónk, a végén pedig egy felhívás. Holnap délelőtt a város több pontján áramszünet lesz, egyebek között a Kossuth téren is, így kedden délelőtt nem lesz ügyfélfogadás a ceglédi önkormányzatnál, és telefonhívást sem tudnak majd fogadni. Ez volt tehát hétfői híradónk, híradó természetesen holnap is lesz, este 6 órakor számítunk figyelmükre, a most következő háttérben pedig a ceglédi fúvószenekar hétvégi adventi koncertjéből láthatnak részleteket, tartsanak velünk továbbra is, szép estét, viszontlátásra!